Továbbra is a Ruszalkával folytatjuk. Velünk van Mona Dániel zenetörténész, ő segít nekünk jobban megismerni a cseh zeneszerző operáját. Szia Dani! Dvorzsákot sokan ismerik és szeretik. Mitől ilyen különleges ő? Igen, azért ugye őt elsősorban a szimfóniáiról, vonós négyesekről, szláv táncokról és hasonlókról ismeri a nagy közönség. Az operáit talán kevésbé, pedig majdnem egy tucat operát komponált, és ebből minden bizonyal a legnépszerűbb a Ruszalka, ami mégis döbbenet, hogy itt az Operaház színpadán mindössze kétszer ment, akkor is csak vendégjátékban, 56-ban, meg 76-ban, és azóta semmi Ruszalka nem volt ezen a színpadon, úgyhogy ezért is örülök, hogy végre most színpadra kerülhet, mert ugye egy nagyon izgalmas zenéről beszélünk, ugye egy olyan szerzőről van szó, aki abban a romantikában élt, vagy annak a romantikának a végén, amikor ez a nemzeti öntudatra ébredés volt jellemző egyébként Magyarországra is, de a körülöttünk lévő országokra is. És ezért Dvorzsák beépítette a saját szláv hagyományait ezekbe a zenékbe. Ugyanakkor megjárta Amerikát, ahonnan rengeteget inspirálódott. Tehát egy nagyon világjáró művészről beszélünk, aki nagyon multikulti zenét komponált, és talán ez az, ami az ő népszerűségének a titka, hogy tudnélik a romantika zenéjét, az európai zenét, a saját cseh zenéjét, és közben valami 20. század felé mutató néhol impressionista dallamvilágot is összefűz. Ráadásul, ha már ilyen nagyon kavalkádról beszélünk, akkor Wagnert is említhetjük, mert ugye a Ruszalkában jelen van úgy szerkesztésmódban, mint hangszerelésben például, és ha ezt mondom, akkor azért tudja a közönség, hogy nagyjából milyen volumenre számítson. Hangszerelésben is ott van Wagner hatása, ahogy vezérmotívum technikában is. Nem ugyanaz a leitmotív technika, mint Wagnernél, mondjuk a Ringben, de azért bizonyos karaktereknek, bizonyos érzéseknek, bizonyos témáknak ott van egy-egy olyan motivuma, ami visszatér a darab során. És bár egybe komponált darabról van szó, tehát egy ilyen nagy zene folyam az egész darab, azért jól elkülöníthető áriák, együttesek vannak az operában, tehát egyszerre őrzi meg a 19. század közepének operai hagyományait, és közben a 20. század elejének divatját is magában foglalja. Köszönjük szépen Mona Daninak, tehát egy varázslatos zenéjű, magával ragadó történetű operát láthatunk hamarosan az Operaház színpadán.